A sportcsarnokot Szundy Károly főtisztelendő szentelte fel. Felújították a nyílászárókat, a teljes vizes blokkot és a lelátót, a pálya pedig új kijelzőt és kapukat kapott. Az adai kézilabda klubok nevében Tóbiás József szólt az egybegyűltekhez. Európa és világszínvonalú pályán állunk most, és ezen a pályán fognak játszani a gyermekeink, a jövő generációja, a felnőtt csapataink. És ez nem csak a sport, maga a sport való foglalkozás, nem csak a kézilabda szempontjából, egészségügyi szempontból is óriási fontosság. A projektet az Együttnövünk Felalapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség és Adakösség önkormányzata támogatta. A befektetés célja az, hogy az adai sport infrastruktúrát fejlesztünk, hogy ez a lehetőség egy kulcsunk az adai nő és férfi kézilabda kluboknak egy még minőségesebb munkavégzésre. Ugyanakkor szeretnünk volna a rekreatív sport tömegesíteni, illetve nem utolsó sorban középiskolák infrastruktúráját is javítottuk ezzel a beruházással. Az ünnepélyes átadót követően Galit Zita és Terbik Árpád egykori adai kézilabdázók végezték el a kezdődobást, majd pedig az adai Potisjepletex és az újvidéki Szlávia bajnoki mérkőzése következett. Nagy öröm, hogy új köntösbe látjuk ezt a régi új termünket, így mondjuk, és mindenféleképp, hogy Árpáddal itt lehetünk, szerintem megtiszteltetés mindenféleképp. Valószínűleg, remélem, hogy egy kicsikét inspiráljuk az ifjabb nemzedéket. A mérkőzést a Potisjepletex nyerte. A végeredmény 29-25 lett.